con los terroristas. Jó estét kívánok! A műsorunk elején, akiket láthattak, azok a bajai Spartacus evezősei voltak, hát nem piskolták, és mi itt a Dél TV-nél hasonlóban biztos, hogy nem mennénk bele. De amennél sokkal fontosabb, lássuk a mai kínálatot. Mai sportmagazinunk a hét szenzációjával kezdődik, a triatlonos Koch Renáta bejelentette visszavonulását. Ezt követi egy hasonló erejű átigazolási hír, Csengő Tamás a hídesztében folytatja pályafutását. A harmadik összeállításunk kicsit hosszabbra sikerült, mely az R4 Lux 40. születésnapja alkalmából rendezett labdarúgó tornát hivatott bemutatni. Műsorunk végén Bartos Nándor beszél az Ergométer magyar bajnokságról. Itt hülye. Egyébként kiemelném ezt a nagyon szép inget, amit most találtam a szekrényben. Baja TV még a őskorszakból egyszer talán még majd milliókat is érhet. Más. Abba adja az aktív pályafutását Koch Renáta. A Mogyi Ese klasszisánál az orvosi vizsgálatok szívpanaszokat diagnosztizáltak. Így nemrég szülés után visszatért sportoló most 28 évesen végleg befejezi. Befejezi aktív pályafutását Koch Renáta. A Mogyi Ese legeredményesebb női sportolója nemrég szülés után tért vissza a hazai élvonalba, ám egy őszi edzésén rosszul lett, és a diagnosztika olyan szívpanaszokat mutatott ki nála, amivel nem érdemes kockáztatni. Renáta tervei között pedig a 2016-os riói olimpia is szerepelt, amin most már biztos, hogy maximum csak nézőként lehet jelen. A most már visszavonult triatlonos klasszist szerdai interjújára vigasztalásként kisfia előd is elkísérte a Dél TV stúdió. 4 hónapja diagnosztizáltak nálam egy szívrendellenességet, és igazából ki kellett hagynom ezt a 4 hónapot. Egy felülvizsgálaton vettem részt egy hete. Az volt a kérdés, hogy regenerálódik-e a szívem, vagy nem, és sajnos nem regenerálódott, úgyhogy abba kell hagynom az élsportolást, és mindenféle egyéb sportot mellőznöm kell az életemből. Menjünk föl. Na, várj egy kicsim, jó? Merre leteszem, jó? Nem baj? Nem. Szóval hogyan tovább? Innentől kezdve csak a kisfiadnak szenteled az életedet? Hát nem csak a kisfiamnak, a családomnak. Megpróbálok elhelyezkedni, úgymond a civil életbe, és feldolgozni ezt az eseményt, ami történt velem. El vagyok egy picit keseredve, nem így terveztem a jövőmet, de az a lényeg, hogy a Jóisten fogta a kezemet, és nem történt komolyabb baj. És mi a helyzet a kisfiaddal? Nagyon jól van. Igaz, most egy picit betegeskedik ebbe a csúnya időbe, de hála Istennek minden rendben van vele. Óvoda választás előtt vagyunk. És minden rendben van. Koch Renáta 28 évesen fejezte be versenyzői pályafutását, melynek során a különböző utánpótlás korosztályoktól lépcsőzetesen felfelé a felnőtt mezőnyig végig az ország élvonalába tartozott, és nemzetközi szinten is remek eredmények állnak a neve mögött. Renáta jövője, mint hallottuk, egyelőre ködbe burkolózik, de nem elképzelhetetlen, hogy valamilyen minőségben továbbra is kapcsolatban marad a triatlonnal. Mit készítettél? Fényképen. Bemutatod ezt a játéktelefont? Igen. Azt, ami a kezedben van, mutasd meg. Ide a bácsinak, mutasd meg. Most ezt nem. Komoly. Már mondod a nevedet?
Nem. Akkor mondd egy mondókát. Nem. Azt sem mondasz. Azt sem mondom. Mondd, melyik a kedvenc meséd? Semmelyik. Semmelyik? Köszönj egyet legalább. És előtt, ha nagy leszel, fogsz triatlonozni? Fogsz úszni, bicajozni, meg futni? Nem. Nem? Hát most is úgy bicajozom, mint a gép. Nagy igazolást jelentettek be a HídSC-nél. A korábban a BLS-ében és az MTK akadémiáján, legutóbb pedig a Budaörs MB3-as csapatában futballozó Csengő Tamás tavasztól Nagy Baracskán folytatja. Utoljára január elején jártunk a HídSC házatáján, amikor a csapat megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. Azóta az alapozáson és az edzőmérkőzések zömén már túl vannak a fiúk, így a keddesti edzésen kíváncsiak voltunk, hogy a mester hogyan értékeli az eddig látottakat. Remélem, hogy jól sikerült, a tapasztalataink alapján becsületesen dolgozott a társaság, kihasználtuk a sugópart homokját, az itteni terem adta lehetőségeket, most vagyunk meglőve itt a finishbe, mert sajnos az edzőpályánk jelen pillanatban majdnem, hogy használhatatlan az időjárás miatt. Tudtunk játszani a szedressel, a mórahalommal, kecskeméttel és bácsalmással, illetve most hétvégén megyünk a Szegedre, az SZVS-éhez, amiki szintén MB3-as, és másnap pedig a Kecskemét tartalék csapatával mérkőzünk meg ismét Kecskeméten. Elégedett volt az ott látottakkal? Volt, mikor igen, volt, amikor nem. Összességében, amilyen ugye nyerési kényszerünk van, mert szeretnénk, még matematikai esélyünk van, szeretnénk minden jobban végezni, azért bízunk a félig csodában. Voltak nagyon szép dolgaink, és maradt még az őszi helyzetkihasználásokból, még mindig maradt hátra, rengeteg helyzetet hagytuk ezen a mérkőzéseken ki, viszont a védekezésnek a részét már ragyogóan megoldottuk. A legutóbbi látogatásunkkor Vanó Sándor egy fő erősítést tervezett, amit sikerült is leabszolválni, hiszen időközben Csengő Tamás érkezett a kerethez, aki nem ismeretlen a bajai labdarúgó rajongók számára, hiszen annak idején a BLS-ében kezdte a pályafutását és a Beher futsalt is erősítette. Tamás ősszel az MB3 Duna csoportjának listavezetőjénél a Budaörsnél játszott, ráadásul nem mellékesen egy internetes társkereső reklámjában is szerepelt. Budaörsön voltam legutóbb, a váltás onnan jött, hogy családalapítás előtt vagyunk, úgyhogy úgy alakult az életünk, hogy nem Pesten tudjuk elképzelni, úgyhogy egyenlőre hazaköltöztünk. Innen jött ez a hirtelen dolog. Nagyon előzménye nem volt, mert jól éreztem magam Budaörsön, minden rendben volt, de egyenlőre az életünket itt folytatjuk, úgyhogy így esett a választás a HídSC-re. Családalapítás, egy kicsit bővebben mondanál, jól tudom, hogy a babát vártok. Jól tudod, abszolút. Május 2-ára várjuk a kisfiunk születését, úgyhogy ezért jöttünk leginkább haza. És így a reklámszakmában? Reklámszakmában nagyon rövid pályafutásom volt, egy szívességet tettem egy kedves ismerősnek, de ezzel be is fejeződött, nem az az én pályám. Én nagyon örülök neki, hogy a Csengő Tomit sikerült ide csábítani. Én már régebben is szeretem, nyilván neki más tervei voltak már régebben, és szerettem volna, hogyha ha itt van a közelben, akkor a mi játékosunk legyen. Sikerült leigazolnunk, megtaláltuk annak az útját, módját, hogy miképpen lehet a mi játékosunk, és örömmel fogadta úgy a társaság, úgy, mint a vezetőség, úgy, mint én. A srácok többségét azért ismerem, úgyhogy a beilleszkedéssel problémám nem volt. Sok új arcot is láttam, de azt hiszem, hogy velük is megtalálom gyorsan a közös hangot, úgyhogy nem lesz ezzel probléma. Én ettől a tavasztól azt várom, megpróbál bent maradni a társaság pálya középső tengelyébe, számít rám a mester. Egyelőre a védelem előtt játszottam, és hát nyilván azt várja, hogy segítsem a társaságot, amennyire tudom. Egyelőre fél évre, de hosszabb távra tervezünk. Csengő Tamás tétmérkőzésen való bemutatkozása nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a HídSC március 9-én a tabellán pillanatnyilag negyedik helyezett Bölcske otthonában kezdi meg a tavaszi szezont, mely ősszel a hajrában szerzett két emlékezetes góllal Baracskán is nyerni tudott. Igen, a Bölcske egy masszív jó csapat, ők hasonló cipőben voltak a tavalyi évben a bajnokságban, így szenvedtek, mint mi, de most viszont meghatározó lett, a mezőny meghatározó csapata lett. Elvittek 10 perc alatt tőlünk 3 pontot, most megpróbáljuk milyen ugyanezt a bravúrt.
tettem mellé. Nem is olyan rég 20. születésnapját ünnepelte Szlovákia. Hogy ez sok vagy kevés, ezen lehet vitatkozni, minden esetre van egy kispályás foci csapat Baján, név szerint az R4 Lux, amely kereken dupla annyi ideje létezik, mint északi szomszédunk, és bár a jubileum naptárilag a tavalyi évre esett, a közös ünneplésre most szombaton került sor. Szombaton, nem tévedés, 40. születésnapját ünnepelte az R4 Lux kispályás labdarúgó csapata. A program a délutáni focikupával kezdődött a Posta Sándor sportcsarnokban. Gyurkics István, Kis János, Szabó Zoltán, Tél János, Viszmek Zoltán, megbízott edző Pólódi Tamás. Plusz 2012. Déli Gábor, Gyenei Gábor, Kálmán László, Koch Robert, Kün György, Pankovics András, Piposzki László, Vágó István, megbízott edző Papp Tamás, játékvezető Priki Dávid és Dávidel. Jó szórakozást mindenkinek! Thank you.
up your morning light, say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, then see the peace in every eye. Szerintem a megszokott stílusból játszott a csapat, ami a 2008-as csapatra jellemző. Kettő gólt rúgtál, ilyen jó formában leszel egész éjszaka? Bízunk benne, hogy az éjszakai formámat jobban fogom hozni ettől. Következik a bajai öreg fiúk és a parlament választott is, elutaznám a csapatokat. Bajai SK öreg fiúk, Aranyos Dániel, Evani Zoltán, Alsági József, Horváth Ferenc, Kálmán Zoltán, Kenya Tibor, Paul Ruben, Sárközi István, Szabó László, Szűcs László, csapat edzője Kovács Tonyi László. Panako, hogy csak nézőként vagy jelen? Nem hívtak meg játszani, pedig mi is már 30 éve focizunk a városi bajnokságban. Tartom kérdezni, Panako, mikor lesz 40 éves? 10 év múlva. 7-8 körülbelül. 7-8 év múlva, majd utána járunk. That if we are to stay alive and see the peace in every eye, I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now.
mikor végeztél utoljára kezdőrugász baján, mert ha jól emlékszem, volt már ilyen. Igen, volt, igen, nem is olyan régen, mi 100 éves volt a bajai bácskaposztó. Most nem olyan régen, és ott ketten végeztük el a kezdőrugást, emlékszem rá. Nagyon sok régi focizó társam, többek között a bátyám is itt volt, és nagyon sok régi a bajai bácskában, a Bisztrovics, a Barta, és még jó néhányan itt voltunk akkor. Viszont nem 100 évről, hanem 40 évről beszélünk. Egyáltalán van valami kötődésed személyesen is a Luxhoz? Különösképpen nincsen számomra, hogy annyi van, hogy ugye ez egy nagy dolog, 40 éves a Lux, és ebbe a 40 évben gondolom, hogy nagyon sok élmény volt minden, és most ezt ünnepeljük itt egy tornával, és itt van a parlamenti válogatott, és jó magam is örömmel jöttem ide, ugye Bajára szívesen jövök mindig, hiszen itt a szomszédban érettségiztem a Türi István Közösség Technikumban, ráadásul ugye minden ide köt, és rengeteg élményem van, a gyerekkor élményem, hiszen itt indult el a pályafutásom, itt tanultam meg igazán a focinak az alap dolgait. Nagyon sokat segítettek itt annak ide az edzők, a Bence Pista bácsi, a Kovács, tól kezdve a Zonodi, úgyhogy mind óriási edzők voltak, hát ezek hiányoznak ma is a magyar fociban, hogy megtanítsák azokra a dolgokra, amikre minket megtanítottak. Ez a, mondhatom azt, hogy az idén első mérkőzésünk is ráadásul. Látszik az, hogy még az elmúlt pár hónapos kiesés, talán még egyeseknél látszik még a nyár karácsonyi beigli is, de úgy érzem, úgy gondolom, hogy azért megizzadunk rendesen a pályán, majd bármi két mérkőzés utána lehet csak értékelni. Laikusként azért azt kell mondjam, hogy kevés volt az úgymond ismerősebb arc a parlamentből. Bevetétek a békemenet is, vagy hogy áll össze egyáltalán a csapat? Gyakorlatilag szakértőkből és a különböző frakcióknak a munkatársaiból. Ugye azért országgyűlés a neve, mert a frakcióból áll össze is van az országgyűlés hivatala, beletartozik az országgyűlési őrsége is. Én úgy gondolom, hogy nem csak parlamenti képviselők vannak ebben a csapatban, hanem természetesen mások is. Én jelen pillanatban örülök is neki, hogy elfogadják a meghívásokat. Ugye Baján nem először vagyunk, pár évvel ezelőtt már játszottunk Baján, ugyanígy kispályás tornát. Ha jól emlékszem, akkor a műfős csarnokavató volt. Én úgy gondolom, hogy bárhova, bármikor szívesen megy a parlament válogatottja. Komoly ellenfél volt, azért magyar válogatott ellen nyerni azért nem egy utolsó fegyvertény. Bár hozzáteszem, egy kicsit meg van fiatalítva ez a parlament válogatott, mert én ahogy nézem a parlamenti közvetítéseket, vannak idősebb emberek is ott. De egy jót játszottunk, a mérkőzés elérte célját, jót szórakoztunk ők is, mi is, a közönség is. Ettől függetlenül brutális gólt lőttél. Emlékeim szerint te sem most először játsz a Luxba. Hát nem, hát én is ott a 90-es évek vége felé kezdtem el a Luxba játszani. Hát egy olyan 10 évet biztos, most nem számoltam utána, de egy 10 évet biztos, hogy lehúztam. A brutális gólomban az annyi, hogy hát ez a védjegyem, tehát ez
az így szoktuk csinálni. Csőrrel a kapus lába között. Ami csapatépítő tréning este is? Az feltétlenül, tehát az kihagyhatatlan, én úgy érzem, hogy ez kell. Mert általában 5 évente szoktunk találkozni, tehát akkor most elkezdjük a felkészülést a következő 5 évre. Történt veled, le kellett cserélni, hogy ne rúgjál több gólt. Elfáradtam, megmondom őszintén. Nincs erőm már. Történt veled, jót tett neked, hogy ekkora pihenővel készültél erre a tornára? Pihentem a mérkőzésekre. Jót tett. Te is a Lux kapcsolatáról. Ugye régebben inkább Papinpexben, Maxigázban voltál. Hát úgy kezdődött, hogy összeállt a két csapat, ugye megszűntünk mi és ők is, és a két csapat összeállt, indultunk együtt, és így kerültem ide, Luxhoz. Ilyen jó formában vagy, mi lesz este? Ennél csak jobb lehet estére. Remélem jó. Jókat kajálunk, meg iszunk egy párat. Egy győzelem, valószínűleg harmadik helyen zártuk, de ez nem is erről szól ez a torna, hogyan értékel? Eljöttünk egy jót, játszottunk, örülünk, hogy nem sérültünk meg. Örömjáték volt. Nem rajtad múlott, hogy nem lett jobb a teljesítmény, hiszen 2 rúgtál az utolsó meccsen is. Amiért az elsőt rúgtam, épp akkor akartam lemenni, mert majdnem átestem a labdán, beletapostam a záró labdát a parkettába. Szerencsém jött utána. Erőfélreértés volt az a gól? Ez teljesen. Pillanatra nagyon inog a padod, 2-ből 2 zakó, hogyan értékelsz? Hát megmondom őszintén, hogy jobb eredményre számoltam, de hát ilyen a futball. Az a csapat, amelyik egyel többet rúg, az győz. Mondogatod esetleg a lemondásodat, vagy egyelőre maradsz, ami a kritikusok hangja nem erősödik föl? Nem, megmondom őszintén, a tojás megmarad vezető edzőnek.
én maradok a segédje, de bízunk benne, hogy lesz ez jobb is. Bízunk benne, hogy lesz ez jobb is. Azt mondom neked, hogy R4 Lux, akkor mi jut elsősorban eszedbe? Hát a Luxról. Luma. Hát Pixi. Hát a régi csapat, hát természetesen. Azért mondom, a régi csapat. Itt jönnek a régi istenek, itt jönnek, itt velünk szemben. Közül a torna győzelmet végül is a sárga mezben pályára lépő R4 Lux 2008 szerezte meg 100%-os teljesítménnyel. A gólkirály holt versenyben Gyenei Gábor és Gyurkics István lett 5-5 találattal. A torna VIP játékosának pedig Kis Jánost választották. Szerintem ez egy nagyon szép eredmény volt, 3-ból 3-at nyertünk ma. Azt mondtuk, hogy egy öreg fiúk meccs volt, szerintem a színvonal az megfelelő volt. A csapattársakkal megértettük egymást a pályán, úgyhogy semmi gond nem volt mai nap. Nem akarok indiszkrétálni, de mi között van neked egyáltalán a Luxhoz? A Luxban legutóbbi 2 Szilveszter Kupa öreg fiúk meccsen játszottam, ez a 2 alkalommal, úgyhogy a PR azért mondta, hogy gondolt rám, gondolom a játék miatt is. A torna legjobb kapusa, az ezüstérmes parlament válogatott hálóőre Nádudvari Zoltán lett. Az igazán fontos dolgok azonban azaz az ünneplés harsányabb része, csak ez után következett egy közismert bajai szálló éttermében, ahol a vacsora és a díjátadó mellett az R4 Lux csapatvezetője Péter András alias Pierre is beszédet mondott. Lesz majd nekem egy beszédem valamikor az este későbbi során. Azt mondtam ott, vagy fogom mondani, hogy ezt a 40 évet elmesélni nem lehet, ezt megélni. Ha nem élted meg, akkor nem tudod, hogy mi ez. Ez egy szuper dolog. A 40 évből 38 nagyon-nagyon jó volt. Remélem még egy 20-30 évig ugyanez folyik. Az esti beszéden aztán robbant a bomba. 16. Benedek pápa után pár héttel ugyanis Pierre is bejelentette visszavonulását, így az R4 Lux csapatvezetői pozíciójába 40 év után új ember került, név szerint Bajai Csaba, aki a luxos nagycsalád második generációjába tartozik, és fontosnak tartja a hagyományok méltó folytatását, így várhatóan 10 év múlva az R4 Lux fél évszázados jubileumát is megünnepelhetjük. Elsőként ér célba az EDFD Más Szegedi Vízi Sport Egyesület könnyűsúlyú 8-asa. Második a Győri Vízi Spartakus Evezős Klub. Februári Ergométer Magyar Bajnokság, melyet ezúttal Győrben rendeztek meg, kitűnően alkalmas arra, hogy az evezősök téli monoton edzéseit kissé megszakítva tudnak versenyre készülni, ami ezért élesben is tartja őket. Formaidőzítésről persze nem beszélhetünk, hiszen ezt mindenki a fontosabb nyári világversenyekre tartogatja. Ennek ellenére a bajai Spartakus volt és jelenlegi sportolói ezúttal is oda tették magukat, hiszen az azóta a Szegedet erősítő Varga Tamás nyert a férfiak kategóriájában, míg a fiatalok közül Csányi Péter emelhető ki, aki az 23-asok között tudott győzni. Ami úgy igazán jó hír, hogy a Csányi Peti első éves U23-asként torony magasan megnyerte az U23-as könnyűsúlyt, és a Vancsura Bodó pedig a fiataloknál második lett, úgyhogy egy
majdnem egy hónapon keresztül volt tüdőgyulladása, és alig volt ideje felkészülni. Így ez a két kimagasló eredmény volt, Vancsula Vendegúz pedig negyedik lett. Rajtuk kívül a többiek is a legjobb 10 között végeztek, ami az előzetes elvárásoknak megfelelő. Tavalyi ergométer bajnoksághoz képest előreléptünk, mert a régi válogatottak világbajnok 5. helyezett Veréb Dávid soha nem húzott még ilyen jót, tehát 3-4 másodperccel megdöntötte a valaha legjobb csúcsát. Mindenkinél fejlődést látok, de olyan is van, aki ideg alapon besül egy ilyen ergométer versenybe, tehát nem tudja azt hozni, azokat az eredményeket se tudja hozni, amit otthon. Az evezősökkel kapcsolatos hír még, hogy a Csányi Péter Vancsura Bendegúz egység közvetlenül az Ergométer országos bajnokság után a válogatottal a csillagprogram keretében a Magyar Evező Szövetség finanszírozásában 2 hétre horvátországi melegövi edzőtáborba utazott, míg a többiek kihasználták a kissé megenyhült időjárást és vízre szálltak a Sugovicán. Ez mellett birtokunkba jutott egy felvétel, ami némileg alátámasztja Zsigó Róbert polgármester korábbi aggájait, mely szerint az evezős edzőközpontban legendás bulik zajlanak a Petőfi-szigetben, de az is lehet, hogy ez csak egy új internetes őrület része, amit Harlemshake-nek neveznek. Igen, hát ez nem is a vízisport centrumban, hanem ez az evezős házban, a gyerekek azok szeretnek bohóckodni, és hát szoktak ilyen felvételeket készíteni mindenhol, ez egy új design. Con los terroristas. Mai adásunkba ennyi fért, zárásként következzen a hétvége sportkínálata. Hát először is vasárnap játszanak férfi kéziseink 14 órától, jól emlékszem, a Posta Sándor sportcsarnokban az ellenfél a Kecel lesz. Ez mellett megkezdődik az NB2-es bajnokság és a BLS-e idegenben lép pályára, de a megyei első, másodosztály mérkőzésekre, a harmadat most megmondom ösztön, nem tudom, hogy elkezdődik-e. Szóval vasárnap rengeteg mérkőzés lesz, és jó néhány szombaton, és ha tehetik, látogassanak ki. Egyet ajánlik, vasárnap a Bácsbokot, Bácsborsót találkozó lesz, az hangulatosnak ígérkezik, de az is lehet, hogy Bácsborsót, Bácsbokot lesz pontosan, nem emlékszek a párosításra, illetve a pályaválasztó kilétére, de elképzelhető, hogy feltűnök az adott településen. Műsorunk videói megtekinthetők a www.deltvsport.blogspot.com internetes oldalon. Elköszönnék a viszontlátásra. Na de ilyet, mint ezek az evezősök. Alszik a nádon sok katica. Locsan a tóban a nagy hasú garda, éhesen ugrik a fürge csuka. Hakszavú csónakot ringat a hullám, benne pihennek a vénevezők. Kis kacsa alszik a nagy kacsa hátán, sorra kinyílnak a tarka mezők, a tarka mezők. Na, 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 na.